Vár a Cserháttáj része Pest megyében, Váctól 20 kilométerre, északi-keleti irányban a Galga völgyében fekszik. Erdőkoszorúzta lankás dombok veszik körül a völgyi településű falut. Az erdők közötti lankás dombok településre alkalmas helyet nyújtottak már az ősidőktől kezdve. A falu keletkezése és története összefügg a mellette emelkedő 349 méter magas várhegy történetével. Eredetileg a község neve Cső volt. Okleveles adatok a 14. század elejétől, 1345-től maradtak fent. A tatárjárás után épült várról nevezték el a községet Csővárnak, amely a középkorban a várhegy tövében feküdt. Az első szlovák telepesek 1743-ban kerültek Csővárra, majd 1748-ban az osztrák örökösödési háborút követően. Igen sok evangélikus telepedett le ekkor. Meghonosítottak sok kézipari tevékenységet, és az állattenyésztést is fejlesztették. 1778-ban a község több mint fele szlovák anyanyelvű volt. A templomi istentiszteleteket is szlovák nyelven tartották. Szlovák nyelv tanítása. A szlovák nyelvet még ma is őrzi a falu idősebb lakossága. Néhány családnév még magán viseli a régi szlovák betelepítés emlékét. Például Trhaj, Szaggasd, Nemec, Német, Hrincsjár, Fazekas, Zima, Tél, Pleva, Pejva, Koren, Gyökér, Kukaj, Kukucskáj, Paholik, Csizmahúzó. Napjainkban egyre többen törődnek a több száz éves hagyományokkal, népszokásokkal. Nagyon fontos tudni, hogy milyen nevezetes események, ünnepek voltak ezen a területen, ahol élünk, és egyáltalán milyen népviseletet hordtak az őseink. A hagyomány fontos részei közé tartoznak a jeles napok is. Ennek rendje a nép ősi tapasztalatának és az egyházi év liturgiájának ötvözetéből alakult ki. Fő jellemzője, hogy a téllel kezdődik, és az ősszel fejeződik be. A legátfogóbb és legnagyobb kört az itteni szlovákoknál is a téli hiedelmi szokásrend alkotja, amely az adventtel kezdődik, és koratavasszal a farsanggal zárul. Az utána következő nagy ünnepkör a tavaszi, amely május végén, június elején ér véget. A nyári ünnepkör június elejétől szeptember végéig tart, majd ezt követi az őszi, amely az adventig húzódik. Az őszi ünnepkörhöz tartozó szokások a szüret, a lakodalom, a búcsú, a reformáció, a mindenszentek és a Katalin nap. Csőváron és a környező településeken is ezek közül az egyik legnagyobb családi ünnep a lakodalom volt. Ekkor jött igazán össze a rokonság. Csőváron a lakodalmak a szüret után, amikor már az új bor beérett, valamint a farsang előtt és alatt zajlottak. Nyáron a sok munka és a nagy meleg miatt nem tartottak esküvőt.
Az 1800-as években a családfő választotta ki lányának a megfelelő vőlegényt, akinek vagyonban illenie kellett a családhoz. A fiúsháznál is megnézték, ki illik a fiúkhoz, mert a hozománynak egyenlő értékűnek kellett lennie. Az 1930-as években már nem volt ennyire szigorú a szabály, akit megszeretett a fiú vagy a lány, azt vették első számú jelöltnek. De ha vagyonban nagyon különbözött a család, akkor nem házasodhattak össze. Az 1960-as években ez a szokás teljesen megváltozott. Akik megszerették egymást, azok összeházasodtak. Az esküvőt az eljegyzés előzte meg, amit általában nagyobb ünnepen tartottak meg. Szlovák szokás volt háromszor kihirdetni a templomban a házasulandókat a lakodalom előtti három vasárnapon. Az 1940-es években a lakodalom nem szombaton, hanem legtöbbször csütörtökön volt. A falu helyi jellegzetes szokása szerint a menyasszonynak menyasszonyi koszorúban, a vőlegénynek vőlegényi ruhában kellett mennie a kihirdetések napjain a templomba. Ezt azért tették, hogy mindenki láthassa, milyen szép koszorút lett a menyasszony, illetve ruha a vőlegény számára készítetve. Az esküvő előtti vasárnapon a koszorús lányok, valamint a vőfiek elmentek a menyasszonyi házhoz, onnan a menyasszonnyal és a vőlegénnyel együtt mentek a templomba. Ezen a napon a vőfiek ebéd után útnak indultak, hogy meghívják a lakodalomba a rokonokat. A lagzi előtti napon disznót vágtak, ahol a közeli rokonok segítettek az előkészületeknél. A lakodalom idején is ők segítettek a családoknak. A gazdasszonyok a lagzi előtti nap reggelén hozták a kalácsot, süteményeket és a tyúkokat. Az esküvő reggelén nagy volt a készülődés, a rokonok 10 óra után kezdtek gyülekezni. Először a koszorús lányok érkeztek meg, mert nekik kellett átadniuk a férfiaknak és a legényeknek a bokrétát. A kitűzőt ők készítették rozmaringból és fényes, aranyszínű papírból. Ezért a lányok pénzt kaptak, amit megtarthattak. A rokonok és a háziak erre az alkalomra díszes ünneplő ruhába öltöztek. A menyasszonyt fehér ruhába öltöztették, a fejére koszorút tettek, amihez színes, hosszú szallagokat rögzítettek. Ez a párta. A vőlegény sötét öltönyt viselt, kalapjának jobb oldalára fehér, a mellény bal oldalára pedig rózsaszín szalagot tűzött ki a menyasszony. A vőlegénynek és a menyasszonynak külön koszorús asszonya volt, akiket szvaticáknak hívtak. Ők mentek a sor elején a vőlegénnyel és a menyasszonnyal a templomig a menet elején, majd őket követte a násznép. Az istentisztelet végén következett az asszonyovatás, ekkor a férnek ki kellett mennie a templomból. A szvatica kendőt terített a menyasszony fejére, és a pap megáldotta az új asszonyt. Az avatás végén a tisztelendő úr kikísérte őt a templomból, ahol a férje várta. Esküvő után a násznépet ebéddel várták, miután pedig mindenki táncolt és mulatott. A vacsorát 10 órakor tálalták, amit a menyasszonytánc, majd a menyecsketánc követett. Ez a szokás még ma is él. A lakodalom általában másnap reggel 6 óráig tartott. Másnap a menyecskének kacsicás csepcában kellett a süteményt és a kalácsot vinni a parókiára. Minden ünnepkörnek és minden korosztálynak megvolt a maga jellegzetes viselete, melyről meg lehetett mondani, hogy ki hány éves, lány vagy asszony, van gyereke, vagy még gyermektelen. A galgamenti szlovákok viselete átmenetet mutat a nógrádi és a Pest környéki szlovákok viselete között. A Pest környéki helységekben a szlovákok a magyarokkal és a németekkel éltek együtt, így az együttélés hatásai és Pest közelsége azt eredményezte, hogy módosult öltözetük szabása s a hajviselet is. A viselet itt mindinkább elvárosiasodott,
hamarabb vetkőztek ki, mint másutt, de a hagyományos viseletüket a II. Világháború után is megőrizték. Mai napig találkozhatunk viseletben járó emberekkel Csőváron. Ha a számuk nem is sok, de minden nap felöltik hagyományos öltözetüket. Csőváron a gyerekek a keresztelőre a keresztszülőktől kaptak egy kis főkötőt, és egy ünnepi főkötőt, amit 3-5 éves korukig hordtak a fiúk és a lányok egyaránt. Addig mindkét nemű gyermek szoknyás ruhácskát hordott, csak ezután viselték a felnőttek jellegzetes ruhadarabjait, a pendelyt, a szoknyát, a nadrágot, a mellényt. A kisfiúk viselete megegyezett a felnőtt férfiak viseletével. Ünnepi alkalmakkor hímzett inget viseltek, kalapjukra szalagot kötöttek, mögé pedig muskát littőztek. Ők is hordtak mellényt, szövet, posztó és bársonynadrágot, amit vászonnal béleltek, cipőt, csizmát. Hétköznapokon gatyát viseltek. Ingecskéjük hímzettebb, virágosabb volt, mint az idősebb férfiaké. A kislányok viseletében is megtalálhatóak a felnőttek ruhadarabjai. Alsó szoknya, szoknya, kötény, ing, pruszlik, blúz, bekecs, kabátka, kendő, cipő, csizma. Gyakoribbak a világos és élénk színek a hímzéseken, szalagokon és nemzeti színű szalagokat is felvartak a ruhájukra. A gyerekek főkötőit hétköznapra fehér sipfonból vagy kartonból, ünnepre atlaszból varták. Hasonlóan a felnőtt főkötőkhöz ezek is díszesek, megtalálható rajtuk minden díszítmény, ami a nagyokén is. Virágkoszorúval hímzettek, gyöngyel, flitterrel, bliszkáccsal, gyári virágcsíkkal díszítettek, kézi és gépi csipkével szegettek. Az örömanya lakodalmi viselete a következő volt. Először is az inget, az opleckot vette fel. Keményített slingelés volt rajta. Amíg fiatal volt az asszony, budgyosra feltolták az ing ujját, és szalaggal megkötötték. Az idősebb asszonyok ingujját már nem keményítették ki, és szalaggal sem kötötték meg. Az ingre díszesebb, rövid, ujjatlan mellényke, a pruszlik került. Sima fazonú volt, keskeny hátrésszel, de mélyen kivágott előrésszel. Kapocssal, patenttal záródott. A pruszlik fölé fekete válkendőt, koszicskát kötöttek. Ennek a felvétele is nagy szakértelmet igényelt. A szoknyák alatt pendelyt, rubácsot viseltek. Ünnepi alkalomra pamutból vagy lenvászonból készítették. Az örömanya felső szoknyája, a geceja, fekete glott alapon, visszafogott hímzéssel díszített. Az alján fekete bársonyszegés látható. Alatta svíkos, szegett szoknyákat hordtak. A köténye is fekete volt, alul kézi hímzéssel van kidíszítve. Körbe fekete csipkével díszített. A fején slingeléses főkötő látható, fölötte fekete alapon színes hímzett kendő. Lábán fekete harisnya és lagos szárú csizma van. A koszorús asszony szvatvica ruházata élénkebb céklaszínű, mivel ezt a szerepet fiatal asszonyok töltötték be. Öltözetének ruhadarabjai megegyeznek az örömanya ruhadarabjaival. A válkendő helyett széles blúzt, vizitkát visel. Főkötője áll alatt volt bekapcsolva. Ezt podbradú főkötőnek nevezik Csőváron. A fonó asszony felső ruházata flokkon anyagból készült. A szoknya és a vizitka ugyanaz, színben és mintázatban is megegyezik. Melleskötényt és csizmát visel. Előtte látható a rokka, és ül a talpas guzsajon, melyre a kenderkóc van felkötve. Ebből sodorja a fonalat a rokka segítségével. Az idősebb asszonyok ruhadarabjai is megegyeztek a lányok asszonyok viseletének darabjaival.
50 év feletti asszonyok már nagyon sötét színű vagy fekete ruhát öltöttek magukra. Fekete, indigókék, cservenkavi anyagból készítették a szoknyát, a kendőt és a blúzt is. Zsebkendőjén látható hímzés is kék és lila. A kisgyermekét tartó édesanya szoknyája egyszínű zöld szövetanyagból készült. A blúz elején hímzett díszítés látható, és az ujján fényes flitterek, bliszkács látható. Köténye egyszerű, gépi hímzéssel díszített, kékfestő anyagból készült. A főkötője dupla anyagból, az alsó slingeléses és keményített, ez tartja a felsőt. A kisbaba garádos főkötőben a nyaka körül fodros csipke díszítéssel bepójálva van édesanyja kezében. A póját átkötő szalagrózsaszín, ez utal a gyermek nemére. A menyasszony nyiruha színe a 20. század elején még fekete volt, amit az 1940-es évektől a fehér szín váltott fel. A babán kiállított menyasszonyi ruhát tulajdonosa 51 évvel ezelőtt viselte. Jelenleg a Csővári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában van az öltözék. A vőlegényen látható inget és kötényt 1959-ben készítették az akkori vőlegény számára. Csőváron a hagyományok őrzése több szintéren zajlik. Pünköst hétfőn a lányok, asszonyok felöltik díszes népviseleti ruhájukat. Ilyenkor a templomot is rendhagyó módon díszítjük a régi hagyományok szerint. A falunapon, a szüreti mulatságon, az idősek napján szintén örömmel veszik fel az ősök ruháit a hagyományőrzők. A településen gyűjtött népdalok és hagyományok felelevenítése fontos feladat mindannyiunk számára. Két koszorús lány, az egyiknek már be van fonva a haja, ilyen tőfonásba, a másiknak most fogom befonni, az egyik felét megcsináltam, most hamarabb végezünk, és most fogom neki befonni a másik felét, és majd utána mondom, hogy próbálkom meg. Ezt valamikor így befonták, utána még szallagot húztak rá, és azt is még befonni, azzal együtt is befonták. Azt nevezték a mörkocsinak. Kicsit megtépázom, megbuzgálom, de kibírtam. Itt van elválasztva középen, és így a fél felén körbe, és ez lesz a csőrész, neki szép vényelő haja van. Igen, csak nagy szoftot lehet csinálni. Először tudom fogni. Itt kell megkötni. Úgy. Most
hozzákötjük az első fonatot. Ötösével, sőt tízesével, kinek mennyi ideje volt rá, meg mennyi volt a haj, fordítsd egy kicsit úgy. Én most ötösével fogom befogni, mivel a másik is úgy van, hogy egyfogóra van. És meg kell vizezni, de valamikor nem csak, hogy vizezték, hanem hajolajjal jó, de hajolajozták, és azon jó tartott egybe, nem csúszott széjjel, most csak vizezünk. Akkor jó volt, mert nem csúszott itt szállanként szanszét, hanem jó egybe tartotta magát. És most már a hátra felé haladok, hogy hozzá tudom meg kötni a fő zófalához. Thank you.
most egy kis darabkára hármassal, csak egy szívén hangossal valakinek, és akkor ide kötünk a másik között.
Most pedig egy új asszonynak a fölöltöztetését szeretném bemutatni, valamint azokat a ruhákat, amiket ő akkor viselt, mint új asszony. Hát elsőként bemutatom a cipőjét, a spanyolis cipőt, harisnya, majd a alsó, legalsó szoknya, vagyis a pöndő. Ezt nálunk még rupácsnak is nevezték, mert valamikor a községben csak tótul beszéltek a régiek, és azóta megmaradt a neve rupács. Ez pedig az ingúj, ezt is valamikor opleckónak nevezték, úgyhogy másképp nem is említették, csak az opleckó és a rupács. Erre jöttek a keményített alsó szoknyák. Minél többet adtak egy lányra, annál módosabb és szebb volt. Ezt bizony keményíteni igen nagy munka volt. Ki kellett mosni, utána keményítőbe bemásztatni, kissé meghagyni, hogy kissé megszárad, és még vizes állapotban így beráncolni, de nem is. Először beáztatták, kissé kirázták, és vizes állapotban forró vasalóval vasalták. És ahogy száradt a vasalótól a megkeményített anyag, ez ilyen kemény volt. És mikor végig vasalták, akkor kezdték a beráncolást. Hát ez egy igen nagy munka volt, ezt magamról is tudom, mert ezeket én ráncoltam össze. És így következtek egymás után. Hát ezeket én megszámoztam, hogy ne keverjük össze, mert az nem lehetett, hogy valamelyik kilóg a másik alól, tehát egyformán kellett az aljának állni. Kapocssal van megoldva. Aztán volt olyan, hogy kicsit meghízott az új asszony, mire rákerült a ruha, akkor egy darab madzaggal megtolták itt, és akkor mindjárt jó volt. Jó. Sima. Egyes. Még annyit hozzáfűzök, hogy most már így hordják a fiatalok, de régen legalább eddig ért a szoknya, tehát hosszabb volt. Hát ez már nem kiment a világból. Az asszonka is kicsit meghízott, mert a múltkor még lötyögött rajta. Kicsit széthúzom, hogy minél szélesebb legyen, mert a ráncolástól összement kissé. Hát most erre lehetne adni még több ilyen szeget szoknyát, de most fölsőt adom rá. Ez egy piros posztó szoknya lesz, és így tartjuk becsomagolva, összeráncolva, hogy a ráncok ne menjenek ki, és ne laposodjanak ki a szoknyák. Először van kapcsolózó, patentozó. Ide szoktunk valami egy kis zsebet, abban lehet egy zsebkendő, vagy valami másik lehet. Jó.
szép, nem? Jó. És most jön a kötél. A szakácska, amit szintén szakácskának hívtak, a szó tortok, nem a szóval, de most ez a kötény. Ez a kötény, ez valódi régi, ez még az én édesanyámé volt 42-ben, akkor viselte. Az is szintén meg van előre kötve, csak itt ez a kötény manzapja az manzva kötve. Itt még leszoktuk tűzni gombostúrát, hogyha táncolt, vagy valami olyan helyen, hogy mozogatta a szél, vagy és most jön a hímzet mellé, illetve pruszlik. Ezt most is úgy mondjuk, hogy pruszlik, az a régi tolt neve. Ezt kézzel hímezzük, nagyon nagy munka, egy ilyet kihímezni. És úgy van általában, hogy az égnek az ujján a minta, és a pruszlik az azért úgy összehangban legyen. Igen, szép. Most már egyébként van. Mi azt mondja, csak a fejét kell neki megcsinálni. Ahhoz, hogy ezt megtudjam, így akárhogy nem ülhet a székre, mert összetörné a szoknyáit. Ezt is emelt föl, hogy ne gyűlődjön vissza. Úgy, vagy kell a tévőre, és most van a fölkötő, a cseppca. Az is ilyen hímzett, flitterezett, nagyon szépen ki van díszítve. És hát, amikor hosszú hajuk volt a régi lányoknak, akkor fésűtettek ide, befonták és köré tekerték, és az adta meg ezt a kunyformát. Hát most ebből a hajból nem tudok én olyat csinálni, mert meg van tépve az okopasztva. Úgyhogy úgy oldottuk meg, hogy egy dobozt vágtunk ki, és az fogja a kontnak az alakját kimutatni. Ott oldalt fogd le. Így. Hát még mindjárt a hajat kicsúszok. Nekem egy ilyen csoda fésűm. Ezzel szoktam neki betuszkolni, hogy kimondani. Fejedben egy szója, és itt sincs, itt adtam.
följebb teszem, csak most kérdem. Azért most fogod le, amíg meg kell itt húzni, hogy feszesebb, szorosabb legyen, és akkor így már remélhető, hogy nem fog leesni a fejéről. Hát így megkötöm, és ezt a listrangját mozzagát elbúgok ide alá, a cégben. Na most jön az, ami majd elárulja azt, hogy ő egy ujasszony. Még hozzá úgy. Egy ilyen szallagot, aminek az a neve, hogy kacsica. Magyarul nem tudom megmondani, kacsica. Két darab van. Az ujasszonynak két ilyen kacsicát tesznek föl ide a fülkedőre. Mert mikor már az ujjasszony babát szül, már akkor nem kaphatja ezt meg. Ez csak addig van. Szóval kell tűzögetni. Lecsúszom. Amíg ide hozom a tétlenül. Fejt találom el, de hát majd nagy csak szó. Ennek ugyanide kell visszaérni, úgy jól ez itt halál meg, itt eltakarja. Ezt veszem, hogy álljon. Szóval a fejed is benne. Megnézem, hogy középen van, hogy mondjuk nem, csak jöhetne ez a fülkető. Talán ezzel el lehet vívelődni nagyon sokáig, mert hogy a szép magában kell. Ezt is igazán.
Oh!
vagyok, a Csővári Hagyományőrző Egyesület vezetője. Szeretnék megköszönni Pekó Ferencné Juditnak, a Kartali Hagyományőrzők vezetőjének a felkérést, mi pedig felkérnénk a Galgamácsai Hagyományőrzőket, hogy vegyék át a stafétát.